Köszöntöm én is a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében a tisztelt konferencia résztvevőit. Én Kovács Péter vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium ágazatfejlesztési főosztályvezetője. A mi szakterületünk az iparpolitikával és a belgazdasággal foglalkozik, a bármelyik minisztériumban is legyen éppen ez a terület. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériumban van, Nagy Márton miniszter úr vezetésével dolgozunk. Egy kicsit kitekintenék a magyar gazdaságra az előadásom elején. Úgy tűnik, hogy sikerült ezt a polikrízist legalábbis kezelni, de és úgy tűnik, hogy szépen lassan visszatérünk a gazdaság növekedési pályájára is. Ezen az ábrán ugye az látszana, hogy a magyar GDP hogyan alakult az EU-s átlaghoz képest. Úgy tűnik, hogy szépen lassan ismét visszatérünk arra a növekedési pályára, amit elterveztünk magunknak ebben a ciklusban. A célunk az, hogy a jelenlegi 21. helyről a 16. helyre kerüljünk a EU fejlettségén belül. Ez már azt jelenteni, hogy az átlagnak a 90%-át elérjük, ami már egy jó célnak tűnik a 2030-as évre. Jelen pillanatban a GDP-nknek a 28,2%-ában vannak beruházások. Itt a kormányzat az általában ugye 5%-ot beruházási rátával szerepel, amik a útépítés, vasútépítés, ilyesmik. A lakosság 5%-a, a háztartások lakosság 5%-a az elsősorban a lakásépítés. Itt ismét egy nagy lépést tettünk előre az otthonteremtési programmal, a többi részét pedig ugye a vállalati beruházások adják ennek a rátának. Amit még szeretnénk 2030-ig mindenképpen elérni, azt, hogy az EU átlag felé konvergáljunk a termelékenység tekintetében, mert jelen pillanatban ez nem tűnik túl szerencsésnek a helyezésünk, még a V4-ekhez képest sem. Úgyhogy itt szeretnénk magasabb hozzáadott értékkel termelékenység növelő programok indításával utolérni, vagy előrébb lépni az EU-ban. Tehát ugye a miniszter úr a múltkor a versenyképességi program bemutatóján a duális gazdaság ollójának összezárását tűzte ki egyik célunkul, mert jelen pillanatban ott tartunk, hogy sajnos a külföldi tulajdonú nagyvállalatok ők 2,5-szer hatékonyabban tudnak működni, mint a magyar tulajdonú akár nagy, akár kisvállalatok összessége. És ez nem jó. Itt talán az egyik legrosszabb helyen állunk az EU-ban, ezt mindenképpen szeretnénk oldani, bár inkább tovább oldani, mert úgy a jelenlegi számításaink szerint már indultak ez irányban jó folyamatok. Itt látszik az ábrán is, hogy szépen lassan, de felzárkózunk a külföldi tulajdonú vállalatokhoz ebben a tekintetben. A beruházások... foglalkoztatottak számát tekintve is előrelépés tapasztalható. Hát itt lehet, hogy majd egy kisebb visszaesés fog bekövetkezni, hogyha a nagy beruházások szépen hatályosulnak, és minden külföldi beruházó elkezdi magát a termelést is. Amiben nagyot léptünk előre, az az, hogy a magyar tulajdonú vállalatoknak az árbevétele az most már magasabb, mint a külföldi tulajdonú vállalatok árbevétele hazánkban, és ezt szerencsés dolognak tekintjük, és ezt szeretnénk továbbra is megtartani, és lehetőség szerint tovább növelni is. A foglalkoztatottak száma is inkább jelen pillanatban a magyar tulajdonú vállalatoknál emelkedik, és ez is egy jó gondolatnak tűnik, hogy a magyar emberek magas hozzáadott értékű munkájával teremtsük meg a hazánk jólétét. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében az volt miniszter úr gondolata, hogy lássuk meg úgy a fától az erdőt, hogy ettől függetlenül még a fákat is külön-külön lássuk. Ezért szabta nekünk feladatul, hogy alakítsunk, vagy dolgozzuk ki a világ legsokkal jobb gazdaságfejlesztési stratégiáját. Reményeink szerint ez legalább részben sikerült is.
A mostani stratégiai építésünk alapja az volt, hogy a magukat, a vállalatokat, szakmai szervezeteket kérdezzük meg az ügyben, hogy nekik mire lenne szükségük az államtól, milyen segítséget tudunk nyújtani több körben, több fajta módon, abban, hogy előrébb lépjenek a közös céljaink elérése érdekében. Nem az volt a célunk, hogy most teljesen új, eddig soha nem látott metódusokat, új támogatási programokat, teljesen új rendszert dolgozzunk ki, hanem a jelenlegi rendszert szeretnénk úgy finom hangolni, hogy mindenki komfortosabban, jobban érezze magát, és folyamatosan tudjon fejlődni. Ennek érdekében 1243 vállalatot kérdeztünk meg, majdnem egy éves munkánk során. Itt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, hatalmas mennyiségű szakmai javaslat érkezett, ezeket feldolgoztuk, ebből szintetizáltunk 75 kiemelt javaslatot, amelyet 6 kiemelt iparág köré szerveztünk. Ténylegesen az volt a cél, hogy a vállalatok megkérdezésével az ő véleményük alapján alakítsuk ki közös jövőnket. Ezért a versenyképességi stratégiánk másik nagyon fontos aspektusa pedig az volt, hogy a polikrízis tapasztalatait leszűrve, az, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, az egy nagyszerű dolog, de a Covid alatt a bejelentés másnapján minden ország újra visszatért ahhoz, hogy elkezdett nemzetállamként viselkedni, és ez nem minden tekintetben szolgálta az Európai Unió közös céljait. Ezért a patriotizmust, a technológiaváltást és az új technológiák bevezetését, a fenntarthatóságot és talán a legmagasabb prioritással az ellátásbiztonságot szeretnénk a célkeresztünkbe helyezni, azzal, hogy olyan iparágokat úgy támogatunk, melyekkel a magyar emberek megélhetése és a céljaink elérése is folyamatosan támogatható lehet. Amit szeretnénk, vagy ahogy szeretnénk ezt elérni, az a hazai beszállítók fejlesztése, a kutatásfejlesztése és innováció támogatása, és a nap végén a magyar bajnokok kinevelése. A hazai beszállítók fejlesztésének az lenne a célja, hogy komplett értékláncokat tartsunk határainkon belül, ne kelljen ahhoz résztermékeket a határon kívülre vinni, hogy utána visszahozzuk és tovább feldolgozzuk, vagy akár már az alapanyagot, akár a résztermékeket már az elején elveszítsük, és csak a már magas hozzáadott értékű készterméket vásároljuk vissza. Ehhez kell ugye a kutatás, a fejlesztés és a cégek részéről az innováció, amelyben ők tudnak úgy előrelépni, hogy technológiafejlesztéssel, saját folyamataik fejlesztésével és újragondolásával is előrébb lépnek abban, hogy magasabb hozzáadott értékű termékeket állítsanak elő. Így születhetnek olyan cégek, akiket magyar bajnoknak tudunk tekinteni, és az ő hazai és külföldi tevékenységüket is folyamatosan szeretnénk monitorozni és segíteni is. Ehhez három, de nem csak három, de három fő dolog szükséges. A EU-ban mostanában ugye elsősorban a zöld energia az, ami a legfontosabb szempontok közé emelkedett. Ennek az előállítása lehetőleg úgy, hogy egyrészt elegendő legyen, másrészt megfizethető legyen, ezért is épül a PAKS 2-es blokk, ezért a ellátásbiztonság megteremtése érdekében még mindig tárgyalunk ugye a kogenerációs gázerőművek megvásárlásáról, és ezért haladunk tovább az RDF energia hatékony újrahasználata tekintetében is. A megfelelő és képzett munkaerő rendelkezésre állása is egy nagyon fontos szempont és cél. Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy a technológiaváltásokkal, a technológiai eredmények használatával lehet, hogy kevesebb emberre van szükség, de ő nekik sokkal magasabb tudással kell rendelkezni az eszközök használatában. És mindemellett az iparágak mellett inkább, mint fölött a folyamatos logisztikai fejlesztésekben is benne vagyunk. Az én szakterületem a Tudományos és Innovációs Technológiai, Ipari és Logisztikai Parktanács titkársága, mely... Nem én találtam ki.
mely megpróbálja összefogni a különböző parkok rendszerét, és úgy összeállítani Magyarország közlekedési térképét, hogy a lehető legzöldebben tudjunk A-ból B-be bármit is szállítani, fuvarozni. Ezt a jelen pillanatban úgy gondoltuk, hogy a fő gondolatokat, amiket kaptunk a tisztelt cégektől, megpróbáljuk a saját hasznunkra fordítani, és ismét megpróbáljuk a szolgáltató államot kialakítani, melyel a cégek igényeit úgy tudjuk kielégíteni, hogy amennyiben lehetséges, a lehető legkevesebb szabályozással, az adminisztrációs terhek csökkentésével érjük el azt, hogy az itthon gyártott termékek legalább esélyegyenlőséget kapjanak a magyar piacon, de amennyiben lehet, akkor patrióta szemléletet alkalmazva, lemásolva a külföldi partnereink gondolkodásmódját, akár előnyt is élvezhessenek a magyar beszerzésekben. A támogatáspolitikában ismét újra gondoljuk a források hatékony felhasználását. Itt az uniós források felhasználása lesz az elsődleges cél, aholva pedig nem jut uniós forrás, oda pedig hazai forrást fogunk allokálni. Szeretnénk, ahogy a 2016-os irányítőben is megfogalmaztuk, komplett teljes az értékláncot lefedő projektek támogatását is bevenni a rendszerbe, mert úgy látjuk, hogy egy ötlettől a teljes késztermék megvalósulásáig sokkal hatékonyabb és sokkal magasabb hozzáadott értékkel bíró terméket tudunk előállítani, mint hogyha csak külön részfolyamatokat támogatnánk. És szeretnénk, majd később látszik az iparfejlesztési tárcaközi tanács által visszamérni, és egymás között megbeszélve folyamatosan fejleszteni a minden minisztérium saját külön a feladatkörének megfelelő stratégiáját, annak érdekében, hogy a közös célokért dolgozzon mindenki. Ami javaslat érkezett, itt sem jöttek teljesen új javaslatok, általában ezeket szoktuk meghallgatni, és igyekszünk kielégíteni a jónak gondolt ötleteket. Az oktatásban, mivel ugye a képzett és hosszú távon is rendelkezésre álló munkaerőt tudnánk biztosítani, abban szerintem egész, sőt nagyon jó munkát végzett a fa- és bútoripari ágazati készségtanács ebben a ciklusban. Ugye most leszel, vagy most volt újra alakítva a tanács, ott újra felveszik a fonalat, kezdik folyamatosan építeni magát a kapcsolódó középfokú oktatáshozban a szükséges képzéseket, megújítják, hogyha szükséges, és új technológiák megismerésére biztatják a fiatalokat. Az egyetemek és vállalatok közötti jobb koordinációt azt mindenképpen erősíteni szeretnénk, és ahogy még régebben ugye Palkovics miniszter úr is kidolgozta és be is vezette azt a fajta szemléletmódot az egyetemeken, hogy a kutatásnak és fejlesztésnek elsősorban nem öncélúnak kell lennie, hanem a nap végén valami olyan terméknek, anyagnak, alapanyagnak, vagy tényleg dobozos készterméknek kell előállnia vállalatok segítségével, amiből haszna van az országnak. Az infrastruktúra fejlesztés az mindig is egy folyamatos feladat. Igyekszünk eleget tenni annak, hogy nem csak a logisztika miatt, hanem egyáltalán a különböző helyszínek elérhetőségének, az új üzemek telepítésének, vagy a régi üzemek felújításához szükséges infrastruktúra az mindig időben rendelkezésre álljon. Itt az ipari parkokkal kapcsolatban és a logisztikai parkokkal kapcsolatban lesznek majd a RRF-ben olyan típusú források, vagy a címmel rendelkező parkok indulhatnak energiahatékonysági beruházási támogatásra. Emellett természetesen a telekommunikációs és egyéb közmű igényeiket is szeretnénk kielégíteni. Az export tevékenységet azt úgy szeretnénk támogatni, hogy ne az alapanyag kerüljön ki hazánkból, hanem már a félkész vagy a teljesen feldolgozott készterméket próbáljuk exportálni. A külgazdaság és külügyminisztérium segítségével segíteni fogjuk a vállalatokat abban, hogy külpiacokra jussanak, és a KKV-knál is szeretnénk megemelni az exportarányt. Emellett ugye a magyar nemzeti bajnokok nevét
akár egy külön brandként is megismertetni a világgal. A versenyképességi stratégia 6 kiemelt ágazatra fókuszál, ami ugye nem nagy meglepetésre a járműipar, az élelmiszeripar, a vegyacél és műanyagipar, amit már néha alapanyagiparnak nevezünk, az egészségipar, a információs és kommunikációs technológiák és a kreatív ipart sikerült kiválasztanunk, mint stratégiai ágazatot, és ezekben az ágazatokban szeretnénk kinevelni a lentiekhez hasonló gyártócégeket, emellett természetesen olyan bankokat, kereskedőket, akik szintén a céljaink megvalósulását tudják szolgálni. Szeretnénk továbbra is támogatni azt, hogy a stratégiai iparágakban a hazai tulajdonszerzés az magas legyen, amennyiben lehetséges, akkor a eladóvá vált külföldi tulajdonú vállalatokat magyar vállalatok tudják megvenni, vagy ha egy magyar vállalat válik eladóvá, akkor azt elsősorban igyekszünk a magyar piacon vevőt találni rá, hogyha erre igény van. Nemzeti bajnokaink már így is egész jól állnak. Hát elsősorban a gyógyszeripar és a MOL, de azért igyekszünk a többieket is támogatni. A Hell Energy is már különböző helyszíneken kapott arra támogatást, hogy üzemeket létesítsen, de a többieket is folyamatosan támogatjuk. Maga a kreatív ipar az egy igen nagy hozzáadott értékű iparág tud lenni. A 2010 és 2022 között megduplázódott a hozzáadott értéke a GDP-hez, és amire mi gondoltunk, mint általános megfogalmazást a kreatív iparból, az a divat, a textil, szépségipar, bútor és formatervezés, digitális felülettervezés, marketing, reklám, ilyesmik, de amit szeretnénk, az ténylegesen mi a feldolgozóiparért vagyunk felelősek, úgyhogy mi elsősorban azokat a ágazatokat támogatjuk majd, akik feldolgozóipari tevékenységet folytatnak. A kreatív ipari központoknak fontos szerepük lesz abban, hogy a tervezés által sikerüljön majd úgy olyan termékeket előállítani, amivel piacképesek leszünk itthon is, és külföldön is, és feltett szándékunk, hogy felépítünk 3 olyan brandet, amivel világszinten is nagyot tudunk gurítani. A ellátásbiztonságban itt, amit szeretnénk elérni, az a közbeszerzéseknél és a beszerzéseknél az, hogy a patrióta szemlélettel sikerüljön megoldanunk a állami és nem állami beszerzéseket. Az induló vállalkozások inkubációját szeretnénk támogatni folyamatosan. Az értékesítési kapcsolatok fejlesztését a külgazdasági és külügyminisztérium segítségével, és ami nagyon fontos, az a szellemi tulajdonvédelme, mert abban ténylegesen jelentősen le vagyunk maradva. Még mindig úgy gondoljuk, hogy csak szabadalmak léteznek a világon, pedig a szabadalmak mellett nagyon sok fajta szellemi tulajdonjogot lehet bejegyeztetni, és az nagyon sok esetben történt, hogy nem maga a kész végtermék szabadalma ér a legtöbbet, mert az pont nem érdekli a feltalálót, hogy ki gyártja, egyszerűen magát a gyártási folyamatot, vagy a gyártási folyamat egyetlen egy pici részét védeti le, ami nélkül nem lehet legyártatni. És ezzel sokkal többet lehet keresni bizonyos esetekben, mint hogyha magát a kész Rubik kockát védetjük le. Hogyha a gyártás folyamatát, vagy egy külön részét védetjük le, akkor anélkül nem tud lenni senkinek Rubik kockája. De ugyanígy ez vonatkozhat a bútorokra, vagy bármilyen egyéb termékre is. A ágazati imázsépítéssel szeretnénk visszahozni például a magyar bútorok presztízsét a magyar társadalomba. Jelen pillanatban néha még saját családi példával is az IKEA-ban kötünk ki a nap végén, mert még mindig divat, de szeretnénk olyan brandet alkotni, hogy ismét divat legyen a Domus áruházban vásárolni kanizsai bútort, hogyha éppen oda tudunk jutni. Ami fontos még, ugye, hogy a nébékes kollégák is említették, és ahogy Attila is elmondta, rengeteg EU-s jogszabályváltozás történt, amiknek egy része az tanúsítványok megszerzésével áll kapcsolatban, és ezek nélkül, a tanúsítványok nélkül nem lehet tovább dolgozni.
Ha ezek olyan tanúsítványok, amik akár a gyártásban, akár a tervezésben szükséges változtatásokat igényelnek, akkor ezek még a javaslatok törvényesülése, rendeletté válása előtt tudjuk támogatni az ezeknek való megfelelést, ami egy fontos dolog lenne. A szakterületünk közt tartozik a Nemzeti Akkreditáló Hatóság is, amelyik az összes Magyarországon létező minden tekintetben akkreditáló szervezetet fogja össze, és ő adja ki az akkreditációt azoknak a szervezeteknek, akik akkreditálják a cégeket. Úgyhogy ebben is tudunk segíteni, hogyha szükség van rá. A kreatív ipar illeszkedése fontos abban a tekintetben, hogy amennyiben lehetséges, akkor az import helyettesítést, azt meg tudjuk oldani. A energia alapanyag és élő munkaanyag igényes ágazatokban ott, hát ugye ezt önök is látták, hogy egyre kevesebb munkaerő áll rendelkezésre, képzett és most már lassan nem képzett is, ezért szükséges az, hogy olyan módon tudjuk előállítani a termékeinket, amihez egyre kevesebb élő munka szükséges, ehhez pedig az energia és alapanyag rendelkezésre állása is muszáj. Emellett ugye az alapanyagban a legfontosabb az, hogy az magyar legyen. Az export ösztöndésnél ténylegesen a magas hozzáadott értékű termékek exportálását tartjuk fontosnak. Elsősorban úgy, hogy ténylegesen a magasabb hozzáadott értéket és az értékláncokban való egyre szélesebb körű szereplést szeretnénk támogatni. Ennek az egyik alapfeltétele ugye a munkatermelékenység növelése, és ahogy említettem is, a magyar gazdaság duális szerkezetének az oldása azáltal, hogy elsősorban a magyar cégek, vagy inkább a magyar cégek fejlődjenek a magyar gazdaságban. És természetesen mindennek az alapja az, hogy a fejlesztések ösztönzésével a térségi sérülékenységeinket is tudjuk csökkenteni. Ugye megjelent a 1073-as és 1074-es kormányhatározat, ami tartalmazza magának a stratégia megvalósításának a lépéseit. Ebben külön a elsődleges és másodlagos faiparra nem hoztunk kormányhatározatokat, de a külön másik iparágakhoz kapcsolódóan az Agrárminisztériummal több olyan kormányhatározat is született, melyben idén december 31-ig olyan támogatási programokat kell kidolgoznunk, melyekkel akár a mezőgazdasági gépgyártást tudjuk fejleszteni, akár az élelmiszeripari gépgyártást. Ennek érdekében együttműködési szerződést kötöttünk például a Gépészeti Tudományos Egyesülettel is, akik a Műegyetem vezérletével rengeteg olyan csapatot fognak össze, akik új és jó termelési képességekkel bíró céggépeket tudnak gyártani. Sajnos a faiparban egy olyan 3/4, 1/4 az arány a belföldi és a külföldi cégek tekintetében. Vannak résziparágak, amiben jók vagyunk, de vannak még olyan alapanyagok is, amiben nem nincs magyar tulajdon, vagy legalábbis nagyon kevés. Ezt mindenképpen oldani szeretnénk az Agrárminisztérium segítségével, és nem csak résziparágakban, hanem komplett nagy teaországos iparágakban is szeretnénk, hogyha előrébb tudnánk lépni. Ahogy ezt meg szeretnénk oldani, az a folyamatos szakmai konzultáció, nem csak egymás között, a minisztériumok között, hanem a továbbra is a szakmai szervezetekkel, vállalatokkal, amiben tudunk segíteni, az a hazai ipar nemzetközi kontextusba helyezése, és ugye a KKM segítségével, amiben várjuk az önök segítségét, már nekünk biztos remek ötleteink vannak, de önöknek valószínűleg jobbak, mert önök alkalmazzák a általunk hozott jogszabályokat, hogyha olyan javaslatuk van, amivel deregulációt tudunk véghez vinni, egyszerűsíteni akár az adminisztrációt, akár magát a vállalkozói életet, azt bátran fogadjuk. És továbbra is, ahogy az elején is említettem, bajnokokat szeretnénk nevelni minden iparágban. És ahogy mondtam az előbb is, a
1073-as kormányhatározatban külön iparágakra bontva van megadva az, hogy milyen típusú támogatási programokat fogunk kidolgozni a különböző minisztériumok segítségével, és ehhez hozzátesszük az uniós vagy a hazai forrásokat is. Köszönöm szépen a figyelmüket!